Augusztus 20-a mellett szilveszter napja is a látványos tűzijátékokról szól. A nyári ünneppel ellentétben ez alkalommal azonban nem csak szervezett formában zajlik a pirotechnika használata, hanem az átlagemberek is bekapcsolódnak a fény és zajkeltésbe. A tűzijáték a legelfogadottabb nézet szerint Kínából származik, bár egyesek azt állítják, Indiából ered. Bár mintegy 2000 éve feltalálták a tűzijátékot, rendszeresen csak egy évezreddel később, tehát nagyjából 1000 éve használják ünneplésre. A néphit szerint a hangos, fényes tűzijáték előzi a rossz szellemeket. Az emberek hazánkban is előszeretettel ünnepelnek tűzijátékokkal szilveszterkor, azonban nem árt tudni, milyen jogi szabályok vonatkoznak ezekre az eszközökre, illetve használatukra. Használata az nem engedélyezett, sőt még a birtoklását is tiltja a jogszabály. Pirotechnikai termékek alkalmazhatók szilveszterkor, ezeket a termékeket négyféle kategóriába sorolják, a legveszélyesebbek a négyes kategóriába tartoznak, ezeket csak pirotechnikus szakember vásárolhatja és működtetheti. A szóvivő azt is tételesen felsorolta, milyen termékek tartoznak az egyes kategóriákba, besorolásokba és kik jogosultak ezek használatára. Az egyes pirotechnikai osztályba tartozó termékeket már a 14. életévüket betöltött fiatalok is megvásárolhatják. Ezek az eszközök alacsony kockázatot jelentenek, és a zajhatásuk is elhanyagolható. A 2. pirotechnikai osztályba tartozó kis tűzijátékok megvásárlásához már igazolni kell, hogy a vevő elmúlt 16 éves. Ilyenek például a rakéták, a bombatelepek és a római gyertyák. Hozzátette, ezek a termékek sem használhatóak külön engedély nélkül nyilvános területen, csupán a december 28-án este 6 órától január 1-e reggel 6 óráig tartó időszakban lehet őket használni. Szabó Bisztric Anett tájékoztatása szerint a 3-as tűzijáték csoportba tartozó eszközöket csak nagykorúak használhatják, azokat is kizárólag december 31-e este 6 és január 1-e reggel 6 óra között, sőt a termékek megvásárlására is csak december 28-a és 31-e között van lehetőség.